új tulajdonos a hőerőműnél. Július 1-jével a debreceni és a nyíregyházi erőmű is átkerült az E.ON-tól a Veoliához. A fogyasztók a változásból semmit sem érzékelnek majd. Januártól jön az e-kártya. Az új okmány a második generációs biometrikus adatainkat is tárolja majd. Két keréken is biztonságosan. Július végére befejeződik a Vaját Rohoddal összekötő kerékpárút építése. Hivatalosan is a Veolia Energia Magyarország ZRT tulajdonába került a debreceni és a nyíregyházi erőmű. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az erőművek átvételéről az új és a korábbi tulajdonos E.ON Hungária ZRT még tavaly szeptemberben írt alá megállapodást, idén július 1-jével pedig hivatalos lett az ügylet. A fogyasztók a változásból semmit sem érzékelnek majd, hiszen a lakossági távhőszolgáltatásért a helyi városi szolgáltatók felelnek. Ez a nyíregyházi erőmű, amely átvételéről a debreceni mellett az új és a korábbi tulajdonos tavaly szeptemberben írt alá megállapodást. Az ügyletet 2015 márciusában a gazdasági versenyhivatal is jóváhagyta. A Veolia több mint 20 éves szakmai tapasztalattal vette át július 1-jével az erőműveket, ezzel egyidejűleg mintegy 110 munkavállalót. Egyébként csak a nyíregyházi erőmű közel 16 ezer lakossági és több mint 1000 egyéb ügyfelet lát el hőenergiával. Üdvözlendő az, hogy 110 ezer lakost látunk most már el ezzel a két új erőművel, illetve több tízezerre tehető a nem lakossági ügyfeleknek is a száma. Az ellátásbiztonság erősítése, a költséghatékonyság javítása, valamint a fenntarthatósági szempontok erőteljesebb figyelembevétele érdekében az új tulajdonos azt is megkívánja vizsgálni, hogy milyen megújuló energiaforrások bevonására van lehetőség a két megyeszékhelyen a helyi hőenergia igény kielégítéséhez. Nyíregyházán például gőzalapú az energiatermelés, de a cégcsoport Pécsen már biomassza tüzelésen alapuló távhőellátást biztosít. A műszaki hatékonysága az egy fontos kérdés, ebben szeretnénk fejleszteni. Nyilván olyan fejlesztésekbe gondolkodunk, amelyek kibocsátás csökkentéssel, energiahatékonysággal járnak, például füstgázhőcserélőket szeretnénk beépíteni, vagy a kazánoknak az oxigén szabályzását szeretnénk megoldani első körben. A távfűtés nem csak kényelmes, hanem takarékos és környezetvédelmi szempontból is optimális megoldást kínál a városokban élőknek. A távfűtő rendszereknek fontos szerepe van abban, hogy hazánkban a városi légszennyezésben meghatározó savasodást okozó gázok, például a kén-dioxid és az ammónia kibocsátása az évezred forduló óta a harmadára esett vissza. Az új ügyvezető arról is szólt, a közelmúlt változásaiból a fogyasztók semmit nem érzékelnek majd. A változásnak a lakosságra közvetlen hatása nincs, hiszen a távfő termelőt vettük meg, így a távfőszolgáltató, aki korábban is ellátta a lakosságot, továbbra is a lakosságot fogja kiszolgálni, így a szabályzott ár és az ellátásbiztonság nem fog változni. A nyíregyházi távhőszolgáltatóval hosszú távú 2022-ig tartó megállapodása van a cégnek, és mivel a szolgáltatóval a vezetékrendszeren keresztül közvetlen a kapcsolat, így várható a rendszer és a szolgáltatás fejlesztése. Januártól kezdve vezeti be a kormány a csippel ellátott e-kártyákat. Az új okmány a második generációs biometrikus adatainkat is tárolja, ami azt jelenti, hogy az új lenyomatunk is rákerül a tároló csippekre. Az új okmány 5000 forintba kerül majd. Az új e-kártyának három funkciója lesz. Elektronikus személyazonosítóként működik majd, így az elektronikus közigazgatás igénybevételéhez és az otthoni ügyintézésekre is alkalmas lesz. Utazási funkciójának köszönhetően lehetővé teszi majd, hogy a határőrizeti szervek személyállományának közreműködése nélkül végezzék el az utasok reptéri tranzitba engedését. Harmadik funkcióként elektronikus aláírásként is szolgál majd, a kártyán egy csip is lesz, ami különböző adatainkat tárolja majd. Az elfogadott változat egy opcionális megoldást rögzített, ez azt jelenti, hogy főszabályként mindenkinek tartalmazza az új nyomatát, ez a tárolóelem, de ha valaki ezt nem akarja, tehát kifejezetten tiltakozik ellene, akkor az ő újnyomata nem kerül bele. Az e-kártya bevezetése után nem kell külön személyi igazolványt, lakcímkártyát, adóigazolványt és tajkártyát magunknál tartani. Ez az egy okmány mind a négyet felváltja majd.
Ez egy felmenő rendszerben épül ki, ami azt jelenti, hogy január 1-től a hatályba lépését ennek a most elfogadott és kihirdetett törvénynek követően igényelhető ez a személyazonosító igazolvány, és aki ezt a január 1-t követő időpontban, illetve azt követően kéri ilyen igazolványt, már olyan személyazonosító okmányt kap, amelyen elektronikus tároló elemben, úgynevezett chipben benne vannak azok az adatok, amelyeket az előbb említett most önálló kártyák tartalmaznak. Az okmány kiváltása 5000 forintba kerül, de ha valaki a személy igazolványán feltüntetett lejárati dátuma előtt fél évvel igényli majd az újat, annak mindössze 1500 forintot kell fizetni. Július végére befejeződik a Vaját Rohoddal összekötő kerékpárút építése. Az első szakaszt Őr és Vaja között már néhány hónapja használhatják a biciklisek. A közlekedést, illetve a turizmust fellendítő, a három települést összekötő kerékpárút 100%-ban pályázati támogatásból, Európai Uniós és nemzeti forrásból épül, több mint 280 millió forintért. Már az aszfaltréteget terítik a Vaját Rohoddal összekötő kerékpárútra a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisváros határában. Az első szakaszt Őr és Vaja között már néhány hónapja használhatják a biciklisek. A város polgármestere szerint a beruházás révén könnyebb és biztonságosabb lesz a települések közötti közlekedés. Régi álma válik valóra a városunknak, illetve Rohoda és Őr községeknek is. A két települést Vajával összekötő kerékpárutak kiépítéséhez kezdtünk hozzá, tehát Vaja-Őr. Ezen beruházási költség 112 millió forint, illetve a Vaja-Rohod közötti kerékpárút épül most ki, ez 192 millió forint forrásból valósul meg, illetve ezen túlmenően az idősek szociális otthona, illetve bentlakásos otthonának a teljes felújítása, illetve a bővítése zajlik, ez mintegy 126 millió forintos fejlesztést jelent. A két kerékpárút, amely része a Rohod-Mátészalka-Csenger-Sima regionális kerékpárút hálózatnak, jelentősen javítja majd a közlekedés biztonságot a térségben, hiszen a biciklisek jelenleg a nagyforgalmú 49-es számú főúton közlekednek a települések között. A környékről sokan járnak kerékpárral dolgozni a vajai és a környékbeli üzemekbe. A tervek szerint július végére a teljes beruházás megvalósul. Évente 1000 orvos és még több szakdolgozó hagyja el az országot az alacsony bérek miatt, mondta a nyíregyházi tájékoztatóján az MSZP-s Tukacs István. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a kórházak a csőd szélén állnak, óriási várólisták vannak, és elavultak a műszerparkok. Tukacs István szerint ezeket a körülményeket minél hamarabb meg kell szüntetni, és át kell alakítani a kórházak finanszírozását. A politikus elmondta, a 2016-os költségvetés nem biztosít többletforrásokat az ágazat számára, így jelentős változás jövőre sem várható az egészségügyben. Az MSZP támogatja az egészségügyben dolgozók követelését, hogy 50% azonnali, és a ciklus végéig 100%-os bérfejlesztés kell. Az MSZP 120 milliárdos egészségügynek szánt pénzt gerebézett össze a költségvetésből, a stadionok költségvetéséből a legfontosabb nemzeti ügyre. Az MSZP azt mondja, hogy normális egészségügyi irányítás kell, mert hiszen az államosítás teljesen sikertelen volt, és a pótminisztériumként összehozott gyemszi nem működött, ezért tehát kell egy normális egészségügyi irányítás. És végül is mi azt mondjuk, hogy hosszú távú megállapodások kellenek, hiszen az egészségügy mondjuk a nyugdíjrendszerrel vagy az oktatással együtt olyan hosszú távú döntéseket igényel, amelyeket meg kellene hozni a szakma és a politika konszenzusával, hiszen nem lehet jobbra-balra rángatni 4 évente az egészségügy szekerét. 17 közterület nevét változtatták meg Tiszavasváriban, jelentette be a város polgármestere. Fülöp Erik nyíregyházi tájékoztatóján kiemelte, a 2011-es új önkormányzati törvény alapján minden településen meg kell változtatni azokat a közterület elnevezéseket, amelyek valamilyen önkényuralmi rendszer képviselőihez köthetők. Így többek között a Kumbéla, a Lenin, valamint a Vörös Hadsereg utca is új nevet kapott, mondta a jobbikos polgármester. Az új közterület elnevezés kapcsán ugye minden egyes állampolgárnak, az adott területen lakó állampolgárnak, illetve a jogi személyiségeknek meg kell változtatniuk az okmányaikat. Ezeket jelenleg díjmentesen tehetik meg. Az új elnevezéstől, a kihirdetéstől számított 15 napon belül, hogyha az okmányirodát felkeresik, akkor ezért nekik a kiszabott illetékeket nem kell megfizetniük. Július 25-én szombaton 5. alkalommal rendezik meg a Sóstói tavon az úszó alkalmatlanságok tréfás vedelkedőjét. Hamarosan jönnek a részletek, de előtte nézzük a híradó további témáit.
15. alkalommal rendezi meg a Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Szaktábort a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság és a megyei balesetmegelőzési bizottság. A táborban 60 gyermek vesz részt, akik Magyarország mellett Romániából és Ukrajnából jöttek. A szervezők elmondták, a cél, hogy a gyerekekkel minél hamarabb megismertessék a közlekedés szabályait. A hét második felében 4. alkalommal rendezik meg Sóstón a Strandfoci Fesztivált. Csütörtök reggeltől vasárnap estig 40 férfi és 4 női csapat közel 90 mérkőzést játszik majd a homokborítású pályán. A 15. alkalommal rendezi meg a Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Szaktábort a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság és a megyei balesetmegelőzési bizottság. A táborban 60 gyermek vesz részt, akik Magyarország mellett Romániából és Ukrajnából jöttek. A szervezők elmondták, a cél, hogy a gyerekekkel minél hamarabb megismertessék a közlekedés szabályait. Rendőr és határőr szülők gyermekei vesznek részt a 15. Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Szaktáborban. Összesen 60 diákkal indult el a hét, 20 Magyarországról, 20 Romániából, 20 pedig Ukrajnából érkeztek. Farkas József dandártábornok a megnyitón elmondta, példaértékű összefogás eredménye ez a rendezvény. A szervezők színes és tanulságos programokkal várják a táborozókat. Szabadidő, nyár, vakáció, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Játékos formában próbáljuk meg átadni ezeket az ismereteket, különböző versenyeken keresztül, kimittudokon keresztül, rajzversenyen, közlekedési versenyen, strandolás közben a vízi közlekedésnek a szabályait, a vízből mentés szabályait, tehát megpróbáltuk az alapvető ismereteket beépíteni a játékba, a szórakozásba, hogy még hatékonyabban, még könnyebben tudják ezeket sajátítani. A tábor célja, hogy a gyerekek megismerjék a közlekedési előírásokat helyesen és odafigyelve vegyenek részt a forgalomban. A közlekedés mai nap, vagy manapság eléggé veszélyes dolog. Sok nagy autó, gyorsak is, figyelmetlenek a gyalogosok, biciklisek, tehát az embernek ez a feszített tempója, amit él, ez sokszor ugye figyelmetlenségbe és rengeteg balesetbe torkollik. Nem árt az, hogyha nagyon fiatal korban elkezdik az embernek a figyelmét felhívni ennek a veszélyeire, megtanítják arra, hogy hogyan kell közlekedni. A szervezők bíznak benne, hogy eredményes hetet zárhatnak a jövő héten. Július 25-én szombaton 5. alkalommal rendezik meg a Sóstói tavon az úszó alkalmatlanságok tréfás vetélkedőjét. A versenyen való indulásnak egy feltétele van, a nevéből adódóan csak olyan szerkezetekkel lehet nevezni, amelyek bármire alkalmasak lehetnek, kivéve a vízi közlekedést. Tavaly 16-an indultak, nagyon kreatív, nagyon érdekes, úszásra tökéletesen alkalmatlan eszközökkel, és hála Istennek semmilyen baleset nem történt. Nyilvánvalóan ennek a biztonsági hátterét idén is fogjuk biztosítani, tehát megfelelő búvárok lesznek benne, mentőcsónak, tehát ilyen értelemben mindenki nyugodtan, a bátortalanabbak, akik esetleg eddig nem jöttek, nyugodtan jöjjenek. Amúgy sem jött a víz, ahol ezt a rendezvényt megszervezzük, de abszolút biztonságos körülmények között lehet. Egy kis szórakozás, egy kis viccelődés, és hát nyilvánvalóan egy jó kis délelőtti szombati program. Majd ezt követően, amikor kifáradunk, akkor át tudunk menni a Krúdi Vigadó előtti központi parkba, és ott a helyi vendéglátósok, itt a sóstói nyíregyházi vendéglátósok fognak versenyezni egymással. Kóstolójeggyel bármit meg lehet kóstolni, minden évben kreatív, érdekes ételek születnek. Én úgy gondolom, hogy egy délutáni programként tökéletes, és amikor már jó kiizgultuk magunkat, finom ételekkel, már tele a bendő, esetleg egy habosör vagy egy ásványvíz kíséretében délutántól kezdve koncertek lesznek, helyi zenekarok fognak fellépni, várunk mindenkit szeretettel, este 20 órától kalandorok, ők lesznek azok, akik zárják a koncertezést itt Sóstón szombaton 25-én. A hét második felében 4. alkalommal rendezik meg a Sóstón a Strandfoci Fesztivált. Csütörtök reggeltől vasárnap estig 40 férfi és 4 női csapat közel 90 mérkőzést játszik majd a homokborítású pályán. Az elmúlt évben már az ország legnagyobb strandfoci rendezvénye volt a 2012-ben elindított sóstói nyári torna. Ebben az esztendőben a szervezőknek már limitálniuk kellett az indulók számát, végül 6 megye, 18 településéről érkeznek csapatok a 4. strandfoci fesztiválra. 12 csapattal indult ez a torna el, most viszont eljutottunk a 4. torna alkalmával, hogy sajnos már vissza kellett mondanunk nevezéseket, hiszen eredetileg 36 csapatra dolgoztuk ki a lebonyolítási rendet, viszont a
a túljelenkedés miatt meg kellett emelnünk 40 férfi csapatra, és 4 női csapat is mérkőzik majd az Onyx Casino kupáért. Bár futballról van szó, a strandfoci egészen más képességeket kíván a játékosoktól, mint a sporták fűvön vagy parketten űzött változata. Ez a játék teljesen más, hiszen gyakorlatilag ugye az a mondás a strandfocival kapcsolatosan, hogy a 80%-át a labda és a játékos a levegőbe tölti, hiszen óriási ollózások vannak, igazán technikai, komoly technikai képességekkel kell rendelkezni a játékosoknak. Már másabbak a szabályok, de itt most már mindenki megtanulta ezt, és nagy élvezettel igazi buli hangulatba játsszák a mérkőzéseket. Közel 90 mérkőzést fogunk lejátszani, 4 nap alatt érdemes lesz kilátogatni a strandra. A torna csütörtök reggel 9-kor a nők meccsével indul, a férfiak 11:30-kor lépnek először pályára. A szervezők reményei szerint a győztes vasárnap délután 6 órakor veheti majd át a kupát és a 100 000 forintos pénzdíjat. Hazaérkezett a Kanári-szigeteken megrendezett A-csoportos U20-as Európa-bajnokságról Papp Klaudia, a nyíregyházi kosársuli játékosa. Az irányító a magyar válogatott valamennyi mérkőzésén pályára lépett. A csapat azonban a 14. helyen végzett a 16 együttes számláló mezőnyben, így elbúcsúzott a legmagasabb osztálytól. 4 hetes felkészülés után utazott el az A-csoportos U20-as Európa-bajnokságról női válogatott, amelynek tagja volt a nyíregyházi kosársuli játékosa Papp Klaudia is. A cél a bennmaradás kiharcolása volt, amelyre az utolsó meccs utolsó dobásáig megvolt az esélye a magyar csapatnak. A korábbi nyíregyházi játékos Kirvacevics Dragoljub által irányított nemzeti együttes 3 győzelemmel és 6 vereséggel a 14. helyen végzett, így elbúcsúzott az A-csoporttól. A nyíregyházi irányító mind a 9 meccsen pályára lépett, és átlagban 25 perc játék lehetőséget kapott a szövetségi edzőtől. Nagyon örülök, hogy 25 percet játszottam, ugye tavaly kevesebbet játszottam, most sokkal többet ennek. Ez nagyon pozitív számomra. A támadó játékom sajnos nem úgy alakult, ahogy kellett volna, nem dobtam olyan sok pontot, illetve nem voltam elég agresszív, úgymond nem voltam magabiztos, viszont a védekezésben 200%-ot adtam vele, arra nagyon büszke vagyok. Papp Klaudia több élvonalbeli csapattól is kapott ajánlatot, azonban még egy évig Nyíregyházán szeretne játszani, így egy rövid pihenőt követően Farkasinszky Gyuláné irányításával kezdi el a felkészülést a fiatal irányító. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Hivatalosan is a Veolia Energia Magyarország ZRT tulajdonába került a debreceni és a nyíregyházi erőmű. Az erőművek átvételéről az új és a korábbi tulajdonos E.ON Hungária ZRT még tavaly szeptemberben írt alá megállapodást, idén július 1-ével pedig hivatalos lett az ügylet. A fogyasztók a változásból semmit sem érzékelnek majd, hiszen a lakossági távhőszolgáltatásért a helyi városi szolgáltatók felelnek. Januártól kezdve vezeti be a kormány a csippel ellátott e-kártyákat. Az új okmány a második generációs biometrikus adatainkat is tárolja, ami azt jelenti, hogy az új lenyomatunk is rákerül a tároló csippekre. Az új okmány 5000 forintba kerül majd. Július végére befejeződik a Vaját Rohoddal összekötő kerékpárút építése. Az első szakaszt Őr és Vaja között már néhány hónapja használhatják a biciklisek. A közlekedést, illetve a turizmus fellendítő, a 3 települést összekötő kerékpárút 100%-ban pályázati támogatásból, Európai Uniós és hazai forrásból épült, több mint 280 millió forintért. A Kölcsey Televízió szerdai híradóját látták, friss hírekkel csütörtökön jelentkezünk. Híreinket addig is megtekinthetik weboldalunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, egy anticiklon északi peremén egyre melegebb, szárazabb levegő alakítja időjárásunkat, ezért egyre több helyen kánikulára is számíthatunk. A napközben kialakult gomoly felhőkből az esti órákban néhol előfordulhat záporeső, majd éjszakára a felhőzet csökken, és nagyrészt derült lesz az ég,
Bár a régió északkeleti részén maradhatnak felhősebb területek, de csapadék már nem valószínű. Éjszakára északkeletire fordul és mérséklődik a szél. Holnap napközben a gyengén felhős reggelt követően gomoly felhős napos idő várható, számottevő csapadék nem valószínű. A változó irányú szél mérsékelt marad, délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A hétvégére országos kánikula várható, az éjszakák is egyre enyhébbek lesznek. Napközben gomoly felhők képződnek, emellett jellemzően napos időre van kilátás. Vasárnap egy hideg front érkezik, amelynek nyomán záporok, zivatarok is képződnek, és a jövő hét elején kismértékben csökken a hőmérséklet.